Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó százados, hatósági kiemelt főelőadó. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Közeledik az év vége, ilyenkor gyakran feldíszítik az emberek a lakó ingatlanjaikat. Mire kell ilyenkor a legjobban odafigyelni? Hát inkább tanács szinten mondom azt, hogy a tapasztalat az, hogy az évek alatt ugye kialakult már ez az emberekben, hogy ilyenkor a karácsony és az ünnep közelettével megpróbálják a lakóingatlant minél otthonosabbá, minél szebbé, sok esetben minél feltűnőbbé tenni, és megvannak már ehhez a megvásárolt évek óta használt fényfüzérek, különböző fényforrások. Az évek alatt nyilván ezeket külső tényezők, hatások is érik ezeket a fényfüzéreket, tehát mindenképpen mielőtt feltesszük, vagy használni fogjuk, akkor nem árt átnézni, akár az izzókat, megvannak-e, nem sérültek-e. Tehát mindenféle olyan óvintézkedést megtenni, amivel egy későbbi tüzet, vagy bármiféle káreseményt előidézhetünk. Illetve azoknak a személyeknek, akiknek nincs még ilyen, de szeretnének, és meg is engedhetik maguknak, és szeretnének ilyet beszerezni, azt tanácsolom, hogy mindenképpen olyan helyről vásároljanak, ahol azért olyan kereskedelmi forgalomban lévő eszközöket, fényfüzéreket lehet vásárolni, amik azért tanúsítvánnyal és egyéb jóváhagyó dokumentummal rendelkeznek. Tehát inkább egy villamossági boltban, vagy inkább egy kereskedelmi üzletláncnak az üzletébe vásároljuk meg, mint esetlegesen az út szélén megállva, látva, hogy árulnak mindenféle fényben pompázó fényfüzéreket, és ott vásároljunk, hanem inkább olyan helyen, ahol ez elfogadott. Szó esett ugye a beltéri és a kültéri fényfüzérekről is, hogy ezeket biztonságos helyről szerezzük be. Mi okoz egyébként a legnagyobb gondot az elmúlt évek statisztikai adatai alapján? A statisztikai adatok alapján inkább azt lehet mondani, hogy ezeknek az elektromos tüzeknek pontosan az egyik olyan bajforrása, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy a lakóingatlanunknak a hálózata, mi az, amit elbír, mi az, amit nem bír el. Nagy divat lett az, hogy olyan elosztókat használunk, hosszabbító rendszereket használunk, amiben már most nem csak 2-3, hanem 5-6 vagy annál több fogyasztót is tudunk csatlakoztatni, viszont az nem biztos, hogy egyenes arányosságban van azzal, hogy ezt mi a hálózati rendszerünk ezt elbírja. Én azt gondolom, hogy ne szégyeljünk segítséget kérni, egyeztessünk egy szakemberrel, aki meg tudja mondani, hogy ezeknek a fogyasztóknak milyen a áramfelvétele, elbírja a mi hálózatunk, esetlegesen mire kell odafigyelnünk, milyen olyan elosztót vásároljunk, amivel elkerülhető a későbbi káreset. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb tanács az, hogy ne szégyeljünk segítséget kérni, és mutassuk meg egy szakembernek, és kérdezzük ki a véleményét, hogy az, amit mi szeretnénk, azt a mi elektromos rendszerünk, hálózati rendszerünk elbírja. Az ünnep másik fő eleme a karácsonyfa díszítése, és sok esetben nem csak fényfüzérekkel szoktuk feldíszíteni, hanem csillagszórókat és adott esetben gyertyákat is helyezünk. Milyen veszélyeket rejt ez magában? A statisztika azt mutatja, hogy nagyon sok olyan káresemény történt az elmúlt években is, ami hál' Istennek az embereket elrettenti attól, hogy gyertyát, csillagszórót és egyéb dolgokat használjanak, pontosan azért, mert ezek a forgalomban lévő fényfüzérek és egyéb világító, díszítő elemek gyakorlatilag ezeket már pótolni tudják, megbízhatóbbak nyilván, még akkor is, ha átmenetileg felügyelet mellett tartjuk. Én a legfontosabb tanácsként azt ajánlanám, hogyha gyertyát, csillagszórót vagy bármi olyan eszközt használunk, ami gyakorlatilag tüzet idézhet elő, akkor a legmegfelelőbb az, hogyha nem hagyjuk felügyelet nélkül. Ezzel nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk előzni. Ha használjuk, használjuk, csak legyünk ott, felügyeljük, és akkor nem lehet baj. Nem csak a mécsesek okozzák a legnagyobb vagy a legtöbb problémát, hanem adott esetben a közelükben hagyott tárgyak is. Mire figyeljünk oda, miket ne hagyjunk? Hát gyakorlatilag így van, hogyha a gyertyát vagy egyéb olyan dolgot használunk, akkor mindenképpen arra figyeljünk, hogy a környezetébe éghető anyagot ne nagyon helyezzünk el, vagy lehetőség szerint, hogyha már gyertyát gyújtunk, tegyünk alá egy fémtálcát, vagy olyan nem éghető anyagot, hogyha az elcseppen, elborul, akkor tüzet ne tudjon okozni.
Az ünnep másik fontos eleme a sütés, főzés. Nagyon sokféle eszközberendezés van forgalomban. Mire figyeljünk oda ebben az esetben, amikor ilyenkor nagy konyhát vezetnek a házi asszonyok? Hát a legfontosabb azt gondolom, hogy próbáljuk az időnket úgy beosztani, hogy ne kelljen kapkodni. Általában ebből szokott a probléma lenni, mikor egyszerre többfélét is kellene csinálni, és nagyon ki van számolva az idő, és nyilván a figyelem megoszlik. Próbáljuk úgy beosztani az időnket, hogy a sütés-főzés kapcsán mindenre jusson idő, és itt is csak hangsúlyozni tudom, ne hagyjuk felügyelet nélkül. A legtöbb probléma mindig ebből szokott adódni, hogy esetlegesen az olajat ugye elkezdjük hevíteni, de közben mást is csinálunk, vagy kiszaladok a kiskonyhába, alsó konyhába, megnézem, hogy ott hogy áll a helyzet, és az ott felejtett olaj az, ami legfőképpen ugye bajforrása lehet ezeknek az ilyenkor keletkezendő tüzeknek. Az égés technikai berendezések is számos veszélyt rejthetnek magunkban. Mire kell odafigyelni? Néhány jó tanácsoláson el bennünket. Hát a legfontosabb az, hogy igaz, hogy már a fűtési szezonnak ugye benne vagyunk, majdnem azt mondom, hogy a közepébe, de a legfontosabb az, hogy nézessük át mindenképpen. Most sem késő még. Egy leegyeztetett időpontban kéményseprővel, egyéb gázos szakemberrel mindenképpen nézessük át a rendszereinket. Arra az egy-két óra hosszára még ők jelen vannak, nem fog kihűlni a ház, még ha a fűtést nem is tudjuk használni, de legalább utána biztonságban lehetünk, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy olyan tüzelőfűtő berendezést vagy égéstermék elvezetőt használunk, ami rendben van és elkerülhető a későbbi baj. Ezen a télen talán többen használnak kandallót, illetőleg cserépkályhát, mint eddig bármikor. Mire kell összpontosítanunk? A legfontosabb az, hogy ha tüzelőfűtő berendezést olyat használunk, amiben szilárd éghető anyagot ugye tudunk eltüzelni, akkor mindenképpen a tüzelőanyagnak a minőségére figyeljünk oda. Ez leggyakoribb ugye a fa. Itt a legfontosabb az, hogy figyeljünk oda, és próbáljunk minél-minél szárazabb fával tüzelni. Ugye a nyírkos fának van egy olyan hátulütője, hogy ennek a használata során nem megfelelő égés alakul ki, és egyéb szennyező anyagok tudnak lerakódni a kéménybe, a kandallónkba, a kályhánkba, ami az évek során, vagy a későbbiek során ugye kéménytűzhöz, vagy esetlegesen lakóháztűzhöz is vezethet. Számos ember látogatja meg ilyenkor a rokonát, és nagyon fontos, hogy a közlekedés is biztonságosan történjen. Mire figyeljenek oda a gépjárművezetők? A legfontosabb az, hogy olyan gépjárművel vegyünk részt a közlekedésben, aminek a műszaki állapota azért megfelelő. Tudom, hogy jelen helyzetben mindenki ott próbál spórolni, ahol tud. De én azt javaslom, hogy ilyenkor, ha más nem, a téli gumin nem szabad spórolni. Nyilván, ha úgy érezzük, hogy az autónknak olyan a műszaki állapota, nem úgy indult reggel, nem megfelelően működik, akkor ne induljunk el hosszabb útra, mert utána, hogyha hideg van, ne adj Isten, ránk esteledik, akkor nehéz megoldani azt a problémát, hogy ki az, aki segítséget nyújtson nekünk. Tehát a legfontosabb az, hogy olyan műszaki állapotú autóval induljunk neki, amivel biztosan úgy gondoljuk, hogy el tudunk A-ból a B pontba jutni. És az utolsó kérdés kapcsán adódik a dolog, hogy tűzijátékot igen nagyon sokan használnak, nem csak település szinten, hanem a családok is beszerzik. Ez egy veszélyforrás, kellőképpen veszélyforrás. Mire figyeljenek oda, miért fontos, hogy a legbiztonságosabb körülmények között használják? Hát ha már oda jutunk, hogy valóban ilyet kell, hogy használjunk, vagy ilyet szeretnénk használni, akkor a legfontosabb az, hogy olyan helyről szerezzük be kijelölt, ugye árusító helyek vannak ilyenkor a szilveszter és az évvége kapcsán, előtte egy-két nappal, illetve utána egy napig, amíg a fel nem használt eszközök leadhatóak, tehát csak olyan helyről szerezzük be, ahol kijelölt árusító hely van, ahol látjuk azt, hogy megfelelő szinten kezelik a tűzijátékokat, megfelelő szinten tárolják a tűzijátékokat, és akkor, ha már muszáj, akkor biztonságosabb körülmények között tudjuk otthon felhasználni. Otthon sem mindegy, vagy az utcán sem mindegy, hogy milyen körülmények között használjuk fel ezeket a tűzijátékokat. Mindig benne van a bajforrás, annak ellenére, hogy megpróbálunk óvatosak lenni, tehát próbáljuk meg minél jobban lecsökkenteni a veszély helyzet lehetőségét, úgyhogy úgy használjuk fel, olvassuk el a használati utasítást, hogyan kell kitámasztani, hogyan kell rögzíteni ahhoz, hogy ne boruljon el, és még hangsúlyozom, sajnos még így is megtörténhet a baj, úgyhogy ha már muszáj használni, akkor próbáljuk olyan helyről beszerezni, ahol,
ahol azért olyan tűzi játékot forgalmaznak, ami forgalomban megengedett, illetve azt tudni kell, hogy ilyenkor azért szúrópróbaszerűen a katasztrófavédelem, a fogyasztóvédelem különböző ellenőrzéseket hajt végre, pontosan ezért, hogy ezeket a bajforrásokat le lehessen csökkenteni. Azt mondjuk már el a keres televízió nézőknek, hogy meddig lehet ezeket a tűzi játékokat felhasználni, hogyha valaki vásárol és használja? Hát gyakorlatilag ugye ezt január 1-én hajnalig lehet ugye felhasználni, utána ugyanúgy tiltott, mint az év többi napjában a megfelelő kategóriákat ugye figyelembe kell venni, és ennek megfelelően lehet felhasználni. Ha megmaradt, akkor azok az árusító helyek általában, ahol mi ezt megvettük, sok esetben ugye nyugtárblokkot is kaptunk, ami igazolja, hogy mi ott vásároltunk. Gyakorlatilag ott lehet még az ünnepet követő egy-két napban a fel nem használt tűzijátékokat visszavinni gyakorlatilag és leadni, hogy olyan körülmények között legyen tárolva, hogy abból probléma ne legyen.